megint csak egy döntő jön. Visszatérünk a finálékhoz, az első férfi szám a mai napon. 100 méteres pillangóúszás. Nincs itt az Európa rekorder Milorad Csavics, de itt van két edzőtársa is a mezőnyben, akik megküzdhetnek akár az aranyért is. A Brit James az egyesen rövidpályás EB-n volt 7. tavaly Isztambulban. Aztán jön a 200 pillangó budapesti Európa bajnoka, sőt most már háromszoros Európa bajnoka Pavel Korzenyovszki, aki 100-on 9. volt a legutóbbi EB-n. Azon az EB-n Jevgenyi Korot is kingyőzött. Látható, hogy 52-10-zel jutott be. Ide a hármas pályára úszott már többször is 52 másodpercen belül, már ebben az évben is. Ezt a határt a középdöntőben csak Yuri Ferlinden tudta áttörni 4 századdal, ugye 59-6-tal jutott be. Ez az első döntője, hiszen az EB-n csak középdöntőt úszhatott 2 éve, bár rövid pályán már szerzett egy 4. helyet. Konrád Csernyák 2. az idei európai ranglistán, kereken 52 másodperces idővel, 50 gyorsan volt VB középdöntő, és aztán Peter Mankocs, aki nagyon-nagyon régóta ott van már a legjobbak között, egyébként Európa bajnok, ezüstérmes, meg rövidpályás világbajnok, tehát Mankocsnál még Lars illetve még régebben van ott a legjobbak között Lars Frölander, 97 és Sevilla, ez volt az első Európa bajnokság, ahol nyerni tudott, és 2000-ben olimpiai bajnok Frölander, és még egy orosz, Nikolaj Sportsov lent a 8-ason, 2-szeres bronzérmese ennek a számnak a korábbi EB-kről, úgyhogy 200-on már begyűjtött egy ezüstöt. Frölander maga a csoda, hogy itt van 36 évesen, mondom, 97-ben, 99-ben és 2000-ben Európa bajnok és 2000-ben olimpiai bajnok is ezen a távon. Konrád Csernyák szerintem rajta nőtt föl igazából, hiszen 15 évvel fiatalabb nála. Talán Lenz Kvorcov rajtolt a legjobban. 2 évvel ezelőtt Eindhovenben az Európa-bajnokságon egy orosz győzött a 8-as pályáról, de nem Skvorcov, hanem Korotiskin. Most viszont Korotiskin föntúzik a 3-ason, és ő kezd a leggyorsabban. Az előfutamban, meg a középdöntőben nem adott ki magából mindent, és akkor is ő volt a leggyorsabb az első 50-en. Most biztos, hogy végig fogja nyomni mind a 100 métert. Ő fordul elsőnek, Csernyák és Ferlinden előtt. Aztán jönnek a nagy öregek, Mankocs és Frölander. Korotiskin nagyjából egy olyan jó féltest hozni előnyben a középen úszó Ferlindennel és Csernyákkal szemben. És az alsó pályákon is jól kapaszkodik Frölander. Talán fölúszhat a dobogóra. Korotiskin az első helyen, Ferlinden egészen ott a nyakán, és Csernyák egyelőre a harmadik. Korotiskin nyer, Ferlinden a második, és Csernyák a harmadik. 52 másodpercen belüli idő. Új Európa bajnoki csúcs. Megjavítja a saját Eindhovenben úszott Európa bajnoki csúcsát. 9 századot ver Yuri Ferlinderre, aki élete legjobbját teljesíti. És Csernyák pedig bejön a harmadik helyre 8 századdal megelőző példaképét, Lars Frölander. Rajtszélgyőzelem Korotiskintől, de nagyon-nagyon szoros volt a vége, azért elég rendesen elfáradt, de csak kitartott az előnye. És mondom, az első helyről 9, a harmadikról pedig 8 század másodperc dönt. Eszméletlenül szoros mezőny volt.